Ebben egyébként tücsökliszt van. Bizony, én raktam bele. Sziasztok, itt vagyok Budán a Villányi úton, ahol éveken keresztül rengeteget jártam. Ugyanis ide jártam az egyik egyetememre, itt csináltam a doktorimat, de most nem azért jöttem, hogy a régmúltan elmélkedjek. Hanem, hogy részt vegyek egy mostanában induló kutatás első, vagy még inkább nulladik körében, ami azt hivatott vizsgálni, hogy hogyan állnak hozzá az emberek ahhoz, hogyha a különböző élelmiszerekben bizonyos mennyiségben rovar tartalom is található, tehát rovar, mint összetevő, amit meg fogunk enni. Na most ez a téma tőlem, ha ismeritek a korábbi videóimat, vagy nemrégiben csináltunk ezzel kapcsolatban egy egész podcast adást is, nem egészen idegen. Mi több, szoktam enni liszkukacot, azt én magam készítem el, ott felismerhetőek az állatok, viszont itt nem ilyenről lesz szó, hanem tüsköket fognak használni kenyerben, fasírban és piskótában. Nem lehet majd felismerni a tüsköt, mert hogy teljesen porrá lesz őrölve, egyszerűen talán állagra vagy ízre lesz valami különbség, és pont ez az, amit vizsgálni szeretnének. Erre az első, vagy ahogy mondtam, nulladik körre 12-en vagyunk meghívva, mi vagyunk a VIP-k, akik először átesetünk ezeken, és nagyon kötött szabályok szerint fogjuk kóstolni ezeket, vagy ahogy hivatalosan mondják, érzékszervi minősíteni. Na és akkor most induljunk az érzékszervi laborba, mert hogy a többiek már várnak. Maga az egész teszt körülbelül másfél óra lesz, amit nyilván nem fogok nektek végig rögzíteni, de ha végeztem, akkor utána, ha még bírjátok, akkor elmesélek majd egy történetet. És ez a történet majd az első szándékos rovarevős élményemről fog szólni, de azt hiszem meg is érkeztem ide. Rovarokat tartalmazó élelmiszereket lesz lehetőségetek megkóstolni. Mindezeket az érzékszervi bírálat fülkében fogjátok megtenni, egy érzékszervi szoftver segítségével. Amikor beül mindenki a fülkébe, akkor egy tálcát fog maga előtt látni. A tálcán lesz egy nyomtatott A1-es lap, és ezzel lesznek majd a minták. Minden mintát négy együtt véletlen számokkal kódol. Amint a sikeresen beütöttük és ütünk egy entert, már is jönnek a kérdések. Általános kedveltségekre fog rákérdezni, minden is termék esetében. Egyes felvetések szerint abban, hogy most mi itt ülünk és tudunk beszélgetni, a rovaroknak is volt jelentősége, mert hogy olyan jelentősen hozzá tudott járulni az agy térfogat növekedéséhez az a jó minőségű tápanyag, amit el tudtak fogyasztani, hogy igazából fejlődött az emberiség azáltal, hogy egy jó minőségű, könnyen megtalálható alapanyag mindig ott volt és tudta fogyasztani. Amikor elkezdte a Föld benépesülni emberekkel, akkor elindultunk a hidegebb égtájak irányába, ahol a klíma nem volt már alkalmas arra, hogy úgymond rovarokat gyűjtsenek, így elkezdtek melegvérű állatokat háziasítani, mert azoknak a tenyésztése egész évben megoldható. Azért tegyünk rovarokat, mert finomak, tápanyagokban gazdagok, az ökológiai lábnyomuk jóval kisebb, mint a hagyományos állattenyésztés során. A szüleim mindig így próbálnak célozgatni, hogy na, hoztál valami finom ropogtatnivalót, egy kis sáskát, vagy szöcskét, liszkukacot. Volt már, hogy vittem haza nekik kóstoló mintákat, és nekik íz lett. Mennyire gondoljátok ti ezt komolyan az egyetemen, hogy a rovarokkal érdemes lehet kajaként foglalkozni? Ezt a szemléletet így az egyetemre úgy érzem, hogy én hoztam két évvel ezelőtt. Te tőled gyűrűzött az egész. Három éve kezdtem volna foglalkozni ezzel a témával, akkor némi ellenállásba ütköztem. Tehát, hogy oké, ettől azért kicsit óckodjunk, nem biztos, hogy ez így szükséges. Ez abszolút jó volt nekem is, mert sokkal jobban beleástam magam a témába, és már olyan jobb érvekkel tudtam előrukkolni, hogy már pedig ezzel foglalkozni kell. Hát itt van, akár tudományos szinten, hiszen a publikációk száma növekszik, hiszen mindenki kíváncsi, hogy ezt hogyan lehet használni, hogyan lehet akár értékesíteni, élelmiszerbe vagy takarmányba felhasználni. Az elmúlt egy évben azt tapasztalom, hogy nyitott kapukat találok, hogyha most már így elkezdek a rovarokról beszélni. Nem azt mondom, hogy mindenki tudja, hogy mi ez a rovarosdi, de nem az undor, ami elsőként megjelenik az arcokon, hanem sokkal inkább egy kíváncsiság, egy egészséges kíváncsiság. Egy mosoly. Egy mosoly. Elsőként. Nem tudom, hogy ezt annak tudják ebbe, hogy
ugye az Pinter Richard és ő bogaras, és jól kinevetjük, vagy hogy hú, tényleg milyen érdekes is lehet ez a téma. Február 23-án megrendezzük az első magyar rovaripari konferenciát. Az már mindjárt itt van. És sok szeretettel várjuk az érdeklődőket. Amellett, hogy egy jóval mélyebb betekintést kaphat mindenki a rovar világba és az élelmiszeriparhoz való fűződéséhez, ezen túl lesz egy ebéd, ahol bizony lesznek rovaros termékek, ahol meg lehet kóstolni őket. Na hát ez elég jó volt. Egyébként Ricsiéknek van egy startup cége, ami kifejezetten a rovarok élelmiszeripari hasznosításával foglalkozik, de erről szerintem majd egy későbbi adásban fogunk beszélni. Inkább most elmesélem azt a beígért történetet, csak keressünk egy nyugodtabb helyet. Szóval nem tudom hány éves lehettem, talán 12-13, minden esetre ez még bőven abban az időben volt, amikor az interneten nemhogy nem lehetett mindent megtalálni, de egyszerűen nem is volt kereshető semmi, még akkor se, ha esetleg meg lehetett volna találni. Szóval ekkor történt az, hogy olvastam egy könyvet. Nyilván nem egyetlen könyvet olvastam, hanem nagyon sokat, viszont ez az egy könyv, ami igazán nagy hatással volt rám. Hát annak nem emlékszem a címére, de nem is ez a lényeg, hanem valami olyasmi regény volt, amiben elmentek valami idegen kultúrába, talán Ázsiába vagy Afrikába, ahol az európaiak megtapasztalták, hogy a helyiek rovarokat esznek. És arra emlékszem, hogy a könyvben elég részletesen le volt írva, hogy milyen rovarnak milyen íze van. Ha jól emlékszem, a termesznek valami diószerű íze volt, a hangyának enyhén savanykás, és a többi, és a többi. Ezután az olvasmányélmény után nagyon erősen elgondolkodtam azon, hogy lehet az, hogy azok az emberek, akik Afrikában vagy Ázsiában élnek, illetve mi európaiak ugyanahoz a fajhoz tartozunk, és mégis ők eszik a rovarokat, mi pedig úgy tartjuk, hogy azok egészségtelenek, mérgezőek, és Isten ments, hogy ilyet megkóstoljunk. És valahol arra a következtetésre jutottam, hogy a legjobb módszer, ha ezt kipróbálom. És nyilván eléggé undorodtam a gondolattól, de azért hajtott a kíváncsiság, és úgy döntöttem, hogy összeszedem minden bátorságomat, és megkóstolok egy sáskát. Csak úgy nyersen, ahogy van, megfogtam a mezőn, és elkezdtem enni. És tudom, hogy most a húgom nagyon mérges lesz, hogyha nézi ezt a videót, hogy miért kell beégetnem mindenki előtt, holott nem égetem be, hiszen neki ebben a történetben egyetlen egy szerepe van, az, hogy ott volt jelen ennél az első kóstolásomnál. Ugyanis amikor anyukánk erről tudomást szerzett, akkor teljesen kiakadt, hogy miért a kis húgom előtt kell ilyet csinálni, és hogy én tudhatnám a legjobban azt, hogy ilyet nem szabad rovarokat enni. És akkor tovább gondolkodtam, hogy miért nekem kéne ezt tudnom a legjobban, amikor én ezt szépen végig gondoltam, hogyha emberek milliói esznek rovarokat, és sáskát kifejezetten esznek, akkor nekem mi bajom lehetne tőle? Ja, egyébként az a sáska pocsék volt, de valahol éreztem, hogy talán ez annak köszönhető, hogy nem készítettem el egyáltalán, hanem úgy, ahogy volt, egyszerűen a számba tömtem és megpróbáltam elrákcsálni. Szóval a kitin ropogott a fogam alatt, az egésznek nem volt jó íze, és különben is. De ennek ellenére nem tekintek erre a kísérletre, mint kudarcra, hanem tényleg tudatosult bennem az, hogy valószínűleg azok az emberek elkészítik valahogy. De aztán ezt a történetet teljesen félreraktam az életemben. Egészen olyan 5-6 évvel ezelőttig, amikor újra felmerült valami internetes fórumon, hogy egyes európai hülyék esznek rovarokat. És akkor eszembe jutott ez a régi történet, úgyhogy én is nekiálltam, és elkezdtem kutakodni a témában, míg végül eljutottam oda. Hála egyébként ennek az egyetemnek, ahol rovartant elég keményen tanultam, hogy találtam liszkukacot, ami egyébként egy raktári kártevő, elkezdtem felszaporítani, és amikor elég összejött belőle, akkor egy interneten talált recept segítségével elkészítettem, megsütöttem, fűszersót adtam hozzá, megkóstoltam, és szuper jó íze volt. De nem úgy szuper jó íze, hogy oké, ott van bennem az izgalom, és azért elfogadható, hanem tényleg nagyon finom volt. És akkor neki is álltunk annak, most tényleg nem akarom égetni a húgomat, de vele kezdtünk el ötletelni azon, hogy hogyan lehetne ráállni arra, hogy akár itt Magyarországon is valami terméket fejleszünk ebből az egészből. És annak idején, rövid ideig, de nagyon rá voltam kattanva, csak hogy aztán kaptam egy ajánlatot Portugáliába egy munkára, kimentem oda, és az egész majdnem elfelejtődött, egészen odáig, hogy azért elég sok fordulat van ebben a történetben. Ha az ottani intézményem nem rendez minden hónapban egy visszatérő eseményt, ami a jövőt közelítette meg különböző szempontból. Az egyik szempont pedig pont amikor odaértem, a jövő konyhája volt. Tehát az, hogy vajon milyen kajákat fog enni az egyre gyarapodó emberiség, amikor már nem tudunk elég állati eredetű fehérjét megtermelni a szokásos módon, és muszáj lesz bevonni a rovarokat is egyre nagyobb mennyiségben az élelmiszeriparunkba.
Úgyhogy ennek az eseménynek készítettünk is egy promóanyagot, nem biztos, hogy most le fogom tudni szedni, ha igen, akkor ide be fogom vágni. Az volt a koncepció, hogy én vagyok a messziről jött exotikus emberke, a magyar séf, és én fogok mindenféle rovarból készült kajákat készíteni. A történet érdekessége az volt, hogy portugálul mondtam el mindent, úgyhogy akkor egyetlen szót sem tudtam portugálul, de tényleg egyetlen szót sem, úgyhogy ez nagyon-nagyon furcsa volt nekem visszanézni, hogy lényegében egy fonetikusan leírt szöveget próbáltam meg betanulni, és azt előadni. Vamos caçar a nossa própria comida. És akkor ott egy kolléganőmmel ezt egy kicsit tovább vittük, és mindenféle ismeretterjesztő rendezvények keretében csináltunk főzéseket, főleg liszkukacot készítettünk korianderrel és egyéb fűszerekkel, piskótákhoz, vajakhoz adtuk, de olyan formában, hogy azért a rovarokat fel lehetett ott ismerni. Ide azt hiszem most kéne valami csattanó, de ezt nem gondoltam át rendesen, tehát ez volt nagyjából a rovarevésemnek a története. Nem azt jelenti, hogy minden nap eszem rovarokat, de azért néha-néha szoktam csinálni érdekességképpen, illetve hogy teszteljek különböző dolgokat. Egyébként ezzel a témával kapcsolatban nem olyan régen egy podcast adásban foglalkoztunk, azt hiszem az volt a címe, hogy a kajában levő rovaroknak mi lehet az E száma, kifejezetten élelmiszeripari témákat vettünk elő, a podcast adás linkjét természetesen belinkelem a videó alá. Ha már ettetek szándékosan rovarokat, akkor az élményeiteket írjátok meg a videó alatt, nagyon kíváncsian fogom őket olvasni, mert jó egyszerűen ilyen élményeket olvasni, hogy nem csak én vagyok az egyetlen hülye a világon. Nem, igazság szerint nagyon sok millió olyan hülye van a világon, mint én. Na hát, nem vagyok egyedül. Mindegy, ha nem ennétek rovarokat, természetesen azt is írjátok meg, hogy miért, milyen aggájaitok vannak, lehet, hogy megpróbáljuk ezeket egy későbbi videóban feldolgozni. Ja, meg persze gyertek erre a rovar konferenciára, amihez a regisztrációs linket szintén berakom a videó alá. Ha tetszett ez az adás, osszátok meg másokkal is, nyomjatok egy lájkot, és ha még nem tettétek, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok!